Fehér mezben a Ferencváros. 28. perc, a Diósgyőrből igazolt Zúriák első NB1-es gólját lövi 1-0 a Fradinak. Hogy mennyire jó vétel volt a Csöpi Bece névre hallgató center, azt a 62. perc igazolta, amikor Kincses beadása után második gólját lőtte. 2-0. A 23. percben Szántó jobbról ívelte be a labdát, a középcsatár Zúriák mintegy 7 méterről fejelt a jobb alsó sarokba. A félidő utolsó percében Pintér indított középen támadást, amit majd a közeljövőben mindjárt meg is látjuk. Íme, és aztán Zúriák valahogy úgy emelt kapura, hogy nem tudja az ember, hogy ez tudatos vagy nem tudatos, minden esetre Holló kapus, a Dunai Városiak kapusa, elmondhatja, hogy kár. Második félidő, harmadik perc. Dukon szabadrúgása. Kita jelenik. 2-0. Erősen csavarodik. Alig, ha nem, ez csapja be a tatabányai kapust. Kis... Nem fogja a labdát, hanem kiejti valósággal, kicsorog a kezéből. Két ferencvárosi támadó is megy, érzik, hogy lehet valamit még keresni a kapu előtt. Zúriák ér oda, és megszerzi a második ferencvárosi gólt. Bánk kiívelését Fischer Zúriák elé csúsztatja, és 1-0-ra vezet a Fradi. 3 perccel és 8 percen belül a harmadik Fradi gól. A szerzője ismét Zúriák. Az 50. percben újra fordult a kocka. Zúriák lövésével 3-2 a Fradin. Vasszid is ide szalad, jól teszi, mert pont elé pattan a labda. Topor vissza Vasszidnak, nincs les, jó a beadás, Zúriák! Ez a gól kétségtelenül Vasszid érdeme. Itt indul el jól, nincs lesen, nagyon jó az ütem, ahogy megkapja a labdát. Jól látja, hogy érkezik Zúriák, oda tálalja neki a labdát, és a Ferencvárosi 11-esnek igazán nincs nagy gondja. Második félidő, 22. perc, Ferencváros, Kaposvár, 3-0. Dukon. 11-es. Zúriák lövi a 11-est. 3-1. Második félidő, 31. perc. Messziről szalad neki a ferencvárosi játékos. Balázs másfelé mozdul, ez a szépítő gól. Előreadás nem jó, Pénagy hibázik, Bánki nem. Fischer vissza Bánkihoz. Bánki vár, Zúriák lefordul, lő és gól! A teljes tatabányai védelem asszisztálásával hozta össze a Ferencváros ezt a gólt. Bánki megállt, hosszú ideig áll, nem is tudja, hogy hova tegye le a labdát, annyi tatabányai van körülötte, aztán Zúriákhoz adja, aki egyszerűen lefordul Udvardiról. Aztán már berúgni már nem olyan nagy gond számára. 2-0 ezzel a Ferencváros javára. Wojtekowskitól elveszik a labdát. Nagy Zsolt. Zúriák. Zúriák mehet szabadon. Gól! 3-0.
ragyogó ütemben kapta Zúriák a labdát. Varga egy pillanatra kimozdult egyensúlyából, nem is nyerte vissza. Zúriák teljesen szabadon mehet el, és dicséretére legyen mondva, hogy az abszolút biztos gólhelyzetet ki is használja. Topor kapta a labdát a jobb oldalon. Zúriák fejeli meg, 2-0! A 26. percben nagyon szép ferencvárosi támadás. Jó a beadás Toportól, és Zúriák gyönyörűen fejeli rá. 2-0, és Zúriák csereként állt be. 13 perc telt el az első félidőből, gól nélkül. Pintér. Limperger. Topor. Bánki, Limperger, jön Simon. Övé. Ez jónak látszik, Fonnyat. És itt a gól. Meg kellett állnom egy pillanatra, mert nem tudtam, bemegye Zúriák lövése végül. Lest reklamálnak igen erőteljesen az MTK-sok, nézzük mi volt, most jól láthatjuk. Simon, Fischer bemozdul, ezzel megzavarja, Fonnyat. Szó nincs Lesről, kérem, szó nincs Lesről. A labda vonalát tessék nézni, hogyha látták, akkor teljesen független attól, hogy Zúriák előrébb áll, mint a legutolsó védő, kivéve Gáspárt. A labda viszont a túlsó oldalon Fonnyatnál jóval előbb van, tetszik látni, kérem szépen. Fonnyat előrébb áll, és a labda legfőképpen, mint Zúriák, még így is Gáspár lábát érint, bejut a hálóba. 1-0. 5. perc a második fél időben, Bánki szabadrúgása. Zúriák fejel, gól! Zúriák fejesével vezet a Ferencváros. Dukon 26 kapura az indítással, Dukon egyelőre még jó a középradás. Zúriák 3-0, második félidő, 30. perc. Topor, kis meglöki, de aztán már nem üldözi Toport. Vasil, épp a lövés pillanatában becsúsznak neki, Fischer, Kakas, Zúriák, gól! Második félidő, 9. perc, kipattan a labda Kakasról, Zúriák ott van, ő mindig ott van. 1-0 a Ferencváros javára. Csík megpróbál följönni, nem sok értelme volt, így ugyanis Topor nagyon szabadon maradt. Nagyon jó ritmusban Zúriák, 2-0. Az igazi érdem Toporé, aki nagyszerűen hozza fel a labdát, igaz, hogy nagyon szabadon is maradt, de nagyon jó ritmusban ugratja ki Zúriákot, akinek viszont az az érdeme, hogy mindig minden labdára elindul. Márpedig két ilyen játékosnak az érdeme, ebben az esetben gólt hozott, 2-0 a Ferencváros javára. Nem tud elmenni a volt játékostársak között, Keller a 16-oson, belül Zsiborás megfogja, Zúriák! A 3. percben vezet a Ferencváros. Ide-oda pattogó labda, benne vannak az MTK védői, ahogy látják, Seibert is, Keller is, a kipattanó labdából pedig Zúriák belövi. 1-0 a 3. perc végén. Híres a bedobott labdával. Balogh Tibor. Jován sarkát eltalálja egy kicsit, Simon mehet tovább, mutatja Molnár bíró, Nagy Zsolt, Bánki elég szabadon. Ügyes átadás Zúriák felé, Zúriák, beközépre, Kincses, gól! Hozzá sem ér Kincses, Zúriák fantasztikusan bepörgette.
Gyakorlatilag kétszer jutott el a Ferencváros az MTKVM 16-osán belülre. Zuriák, ez mesteri alakítás. Ahogy elpörgeti a labdát, Kincsesnek hozzá sem kell érnie. 2-0 a 8. percben. 18. perc, Ferencváros és szabadrúgás. Kéttagú sorfal Seibertel szemben. Egyelőre még túl közel a játékosok. Most jöhet Seibert labdája befelé. Zuriák, gól! Seibert labdája keresztbe megy. Zuriák érkezik a hosszú oldalon. Rábólint. Újabb ferencvárosi fejes gól. 2-1. 15. perc, 2-1-es állás. Seibert készülődik szabadrúgáshoz, ezért a szombathelyek rendezik a sorfalat. Seibert, kapufa, Zuriák, gól! Kidobja ki oldalra a labdát, Váling. Újabb jó labda, keresztúrja, hosszú oldalon, Zuriák tolja meg, gól! Zuriák megint fölmászhat a kerítésre. 5. perc, vezet a Ferencváros. Nem hiába tartott az Újpest a félelmetes ferencvárosi kezdéstől. Szépen jön előre a labda, Bánki dobja ki oldalra, ott leviszik még egy picit, becsavarják középre. Keresztúri kapáslövés, lecsúszik, Zuriáknak azonban jó, hogy megtolja. Ez a gól története. Zuriákot indítja, Zuriák lép ki, lövés, gól! Gól, Zuriák, 2. félidő, 20. perc. Zuriák rúgja el a labdát, gól! 3-0. A Fradi szinte az egész mérkőzést végig támadta, de csak a 72. percben egyenlített. Seibert szabadrúgásból ívelt labdáját Zuriák fejelte be. 8 perc múlva egy újabb szabadrúgás. Ötvenharmadik perc. Simon, Kincses, Zuriák, és vezet a Ferencváros. A gólszerző így emlékezett az akcióra. Kincses Sanyihoz került a labda jobb összekötőbe, és éreztem, hogy bele fog pörgetni a labdába, és a 16-oson belül egy ilyen bepörgetett labda, egy ilyen lecsorgó labda, azt hiszem az az én virágom, rácsaptam, elhúztam a kapus mellett, és sikerült bepasszolnom. A B középben ez a gól természetesen oka az ellenfél zászlajának elégetésére. Vanicek, becsúszó szerelés, éppen Vukovicshoz, Vukovics, Klink vele szemben. Most jön be középre a labda, Zuriák, gól! 28. perc a 2. félidőben, egy ártatlan támadás végén, Zuriák, aki most állt be, első labdaérintésre gólt szerez. Lipcsei végzi el a szabadrúgást. Kutasi jön, Zuriák elé áll, egy ollózás és gól. Hát ezen a gólon lehet majd vitatkozni. Nézzük meg még egyszer az esetet. Bár nem az 5 és felesen belül történt a dolog, ez egyértelmű, de Zuriák nem a legszabályosabb eszközökkel szerzett végül is labdát. A mozdulat, amivel gólt lőtt, az viszont szép volt. Hán, gól! Zuriák kettőzött bele Hán fejesébe. 3-2. Tizenkettedik perc. Kváti szabadrugás. Nagy Tibor. Gólhelyzet, gól!
Ebben nagyon benne volt Bíró kapus. A beívelt szabadrugás végül Dzsúriák ropattant a kapuba. 1-0 az első félidő 12. percében. Gól! Dzsúriák! Ugyanígy szögletből, mint a ferencvárosi gól. Ketten emelkedtek a váciak közül egészen magasra. Dzsúriák közelről, 2 méterről tán, ha bomba fejessel egyenlített. Füle újra, bal oldalt, érte jobb oldalt Hán, ő is kapja. És gól, megint Dzsúriák! Ez a fiú, ez a veterán, ez érzi a kaput. Éppen beletette a bal lábát, hogy elterelje a sarokban álló kapus Seiler mellett. 2-2. Hán kotorta el, nincs les. Romanek lép ki, mint az első gól előtt. És megint önzetlen volt, Dzsúriák lövi a második váci gólt. Romanek ismét önzetlenségről tett tanúbizonyságot, kitűnően hozza helyzetbe Dzsúriákot, akinek nincs nehéz dolga, belövi a második váci gólt a 27. percben 0-2. Puglić. Füle. Jó. Dzsúriák, gól! Hát csak sikerült neki. Dzsúriáknak már az első félidőben is több lehetősége volt. Most a második félidő 13. percében kihasznált egyet. Vezet a Vác.